Sziasztok, Vajna Miklós vagyok. Előadásom címe a Hogyan készítsünk új funkciókat a LibreOffice Writerhoz. Ez az előadás arról fog szólni, hogy hogyan készítsünk új funkciókat, de ez nem azt jelenti, hogy a LibreOffice-szal kapcsolatban bármilyen fejlesztésnek csak az új funkciók körül van helye, illetve akár aki LibreOffice-szal szeretne foglalkozni, az csak fejlesztéssel foglalkozhat. Először is rengeteg módja van annak, hogy a LibreOffice körül bármilyen segítséget nyújtsunk, vagy hozzájáruljunk ehhez a projekthez, hogyha ez egy olyan szimpatikus időtöltésnek tűnik. Először is lehet segíteni más felhasználóknak, hogyha mi már biztosabban érezzük magunkat a LibreOffice berkein belül, akár levlistán, fórumon, IRC-n. Tehát hogyha egyszerűen mi is csak egy felhasználónak érezzük magunkat, aki már néhány rögös útat végigjárt kevésbé triviálisan használható funkciókkal kapcsolatban, vagy ilyesmi, akkor a többieket, hogyha így tudjuk segíteni, akkor ez már is egy értékes hozzájárulás a projekthez. Ezen kívül rengeteg munka van azzal, hogy a beérkező hibajelentéseket, azokat egy második ember is megerősítse, illetve a hibajelentéseket a megfelelő fejlesztőkhöz eljuttassák. Ezen dolgoznak a QA-esek, a minőségbiztosításnak emberkéi. Nekik az a nagy tudásuk, hogy akkor, amikor látnak egy bejövő hibajelentést, akkor általában van arra is ötletük, hogy ki lehet az a fejlesztő, aki ért ennek a hibának a kijavításához. Ez azért nagyon fontos, mert az egész LibreOffice egy elég nagy projekt. A legtöbb ember azért leginkább csak egy szeletéhez ért, és hogyha ezt az összeköttetést itt a QA-esek meg tudják valósítani, akkor sokkal gyorsabban kerülnek kijavításra egy hibák. Erre csak egy teljesen egyszerű példa. Tegnap este egy nem is tudom milyen nemzetiségű srác, nevezzük Danielnek, írt egy e-mailt, hogy egy writer megnyitó szűrőben talált egy hibát, és ezt a hibát ő tavaly júliusban bejelentette, és hogy azóta nem foglalkozott ezzel senki. Mint kiderült, elég jól megtalált engem, mert pont egy olyan részben volt ez, amiben tudtam hibát javítani, és most itt délelőtt a LibreOffice-os pult mögött ücsörögve, amikor éppen nem jött senki, akkor unalmamban kijavítottam. De mi volt ugye a probléma? Az, hogy valahogy ez elsiklott a QA-esek környékén, és nekem a legtöbbször nagyobb a lustaságom annál, mint hogy magamnak keresgéljem a hibákat. Hozzám nem rendelték, nem adtak hozzá a hibánál ebbe a CC listába, tehát aki másolatot kap minden hibával kapcsolatos, azzal a hibával kapcsolatos változtatásra, így nem vettem észre a hibát, és így nem került ez javításra, pedig valójában ez egy kb. Fél óra alatt megoldható dolog volt. Tehát amit ők csinálnak, az is egy nagyon értékes dolog. A fejlesztés, arról még úgyis fogunk beszélni. Ezen kívül van ugyan egy felhasználói súgó a LibreOffice-hoz, de azok a plusz ilyen guide-ok, könyvek, stb., amiket még a dokumentációs team ír, ezek szintén hasznos dolgok, akkor, amikor nem referencia jelleggel a súgóból egy-egy funkciót szeretnénk megnézni, hanem valamilyen általános, bevezető, elmagyarázós írásra lennénk kíváncsiak. További, ami még nagyon értékes és nem fejlesztés, ahogy lehet segíteni a projektet, van egy design teamünk, ami eléggé kapcsolódik egy másik ilyen felhasználói user experience advice listának hívjuk, tehát a felhasználói élmény nyújtásával kapcsolatos tanácsokat lehet itt kérni. Ebben az izgalmas, hogy ez egy olyan levlista, ahol mint fejlesztő lehet kérdezni, hogy egy adott felhasználói felületet hogyan lenne praktikus kialakítani, hogyan lenne ez kézreeső a felhasználóknak, és ezen a levlistán olyan designerek is vannak fönn, akiknek pedig akár mondjuk a napi munkája is pont ilyen felhasználói felületek dizájnolása, tehát nagyon jól értenek hozzá. És ez egy nagyon jó fórum, ahol lehet beszélgetni a fejlesztőknek, a dizájnerekkel, és így együtt valami jót tudnak alkotni.
Tehát a design team az megint egy fontos szerepet tölt be itt a közösségen belül. Ők azok, akik miatt nem fekete-fehér a splash screen a LibreOffice-nak. Ők csinálták ezt a template-et is, amit például én használok most itt. Tehát elég sok hasznos dolgot csinálnak, amitől azért szebb lesz ez az egész. És hát most utolsó helyre tettem, de nyilván ők is fontosak. A LibreOffice mögött egy elég komoly infrastruktúra van. A levlisták, honlap, különböző ilyen extension site, tehát onnan kiterjesztéseket lehet letölteni, sablonokat lehet letölteni, stb. Amikor a fejlesztés során egymásnak kódját nézzük át, akkor ez is egy külön ilyen átnéző weboldalon keresztül történik, ezt is ők üzemeltetik. Tehát van ezek nélkülük nem igazán működne az egész fejlesztés, tehát az infrastruktúrának az üzemeltetői is egy fontos szerepet töltenek be, és aki ilyen rendszergazda típus, és nagyon szereti így berálni az ilyen különböző gépeket, anélkül, hogy úgy nagyon belefolyna a tényleges programozásába a LibreOffice-nak, az szintén egy ilyen jó terep lehet neki. Tehát van fejlesztés. Egy fejlesztő is nagyon sok mindennel foglalkozik, tehát ugye van a hibajavítás, akkor ezeknek a hibajavításoknak aztán a tesztelése, vagy új funkciókészítés, ugye erről fog szólni ez az egész előadás. Az is nagyon fontos, hogy időről időre, amikor valami működik, de tényleg vagy úgy gondoljuk, hogy már majdnem úgy csak véletlenszerű, hogy ez éppen úgy pont működik, vagy valamit nagyon nehéz megérteni, hogy miért úgy működik, de most már milyen rájöttünk, és majd most jól átalakítjuk, hogy valahogy ez szebb legyen. Ez ilyen refaktorolási feladatok. Akkor, hogyha jön egy új önkéntes, akkor az ne úgy érezze, hogy egyedül van itt ebben az egész kódbázisban, hanem tudjon kérdezni, és ha kérdez, akkor legyen valaki, aki segít neki. Tehát ez ilyen mentorálási feladatok, ezek is fontosak. Illetve, hogyha valamit csinálunk mi, akkor az fontos, hogy valamilyen szinten legyen dokumentálva, mert hogyha mi egy hónap után nagy nehezen rájöttünk valamire, majd ezt utána nem osztjuk meg senkivel, akkor a következően van, ugyanúgy egy hónapot kell tölteni ezzel. Most itt új funkció alatt csak mindent lehetne érteni. Én itt olyan funkciókról szeretnék beszélni, ami ez ugye a Writerban belül így nagyjából mindenhez bele kell nyúlni, tehát ilyen jó állat orvosi lovak. Másrésztről pedig nem olyan óriási változtatások, amit nehéz lenne elmondani, hanem ezek ilyen egy-egy mondatban elmondható dolgok. Itt a következő nagyobb LibreOffice kiadás, ez a 4.0 lesz, ez valamikor február elején fog megjelenni jövőre, és abból szemezgettem pár ilyen újdonságot. Az egyik ilyen, hogy idáig, hogyha egy ilyen megjegyzést szerettünk volna beszúrni a dokumentumba, akkor egy adott pozíciót lehetett kiválasztani, és oda szúrhattuk be ezt a megjegyzést. Most itt nem tudom, ez mennyire pici, de elég pici, de azért talán látszik, hogy itt, tehát az egyes megjegyzéseket, ezeket egy-egy ilyen szövegtartományhoz lehet most már hozzárendelni. Ez például azért is probléma, mert más szövegszerkesztőkben, például a Word-ben is, ez már egy megoldott dolog volt, és akkor amikor a Word-ben valaki készített egy ilyen dokumentumot, mint amin elmentett a Docx-ba, és ezt még megnyitottuk, akkor ez nem jelent meg megfelelően. Ugyanígy egy régóta kért funkció volt, hogyha oldalstílusokat használunk, akkor idáig jobb és bal oldalra be lehetett állítani másfajta fejlécet vagy láblécet, de hogyha mi csak az első oldalon szerettünk volna valamilyen speciális fejlécet, láblécet, vagy például csak ki akartuk volna kapcsolni, és a többi oldalon pedig váltakozva jobb volt, akkor erre két külön oldalstílust kellett használni. Neki igazából nem volt oka, hogy ez miért így volt, ez egy felesleges limitáció volt. Ez most már, hogyha valaki majd a 4.0-val szerkeszti a oldalstílusokat, akkor be lehet állítani, hogy egyetlen oldalstílust használva az első oldalon, illetve a jobb oldalakon különböző fejlécet vagy láblécet szeretnénk használni. Na most nagyjából ez az a dia, amin így végig fogunk menni az előadásnak a végéig. Azt fogjuk itt végignézni, hogyha valamilyen új funkciót beleteszünk a Writerbe, akkor milyen lépéseken kell végigmenni, mik azok a részek, amikben mind támogatást kell adni ehhez az új funkcióhoz, és hogyha a végére érkezünk, akkor készen vagyunk ezzel az új funkcióval. Most akkor ezeket így nem is sorolom fel, mert tényleg ezeken fogunk így végigmenni. Az első ez a dokumentum modell. Ezt úgy kell elképzelni, hogy aki
Ezt mondjuk így azért felmérném, hogy mennyire ilyen mesélősebben, vagy mennyire technikai részletekbe belemenően mondanék. Tehát ki az, akinek mondjuk azt, hogy C++-ban programozni, ez egy ilyen ismert, akár gyakorlott, akár ilyesmi dolog, és ki az, aki ezt tudja, hogy van olyan, de ő soha nem csinálná. Című dolog. Tehát mondjuk tegye fel az a kezét, akinek az, hogy C++-on valamit programozni, ez egy ismert dolog, és még akár ő maga is tudná csinálni. Na, ez nagyon jó arány. Jó, ez szuper. Jó, akkor belemegyünk egy kicsit jobban az ilyen hardcore részletekben. Szóval ez ilyen programozásnál, ez a Model View Controller, akkor ez így a társaság, mit tudom én, kétharmadának ez egy ismerős dolog. Röviden ugye ez arról szól, hogy én szeretnék valamit kezelni, valamit megjeleníteni, és ezt a megjelenített valamit, ezt közben még időnként módosítgatni is. És erre ez egy ilyen minta, van nekem valamilyen modellem, amiben leírom azt a valamit, lesz ennek egy megjelenítése, és minden olyan programkód, ami nem ebbe a kettőbe tartozik bele, az lesz a kontroller. Na most itt ez a modell, tehát a dokumentum modell, a modell az MVC-ből. Itt ezen a szlájdon is, meg később is igyekszem egy csomó ilyen kódpointert adni, hogy a forráskódon belül pontosan hol találhatók ezek, mik az osztálynevek, ilyesmi. Ez leginkább azért, hogyha valakinek kedve támad valami ilyesmit fejleszteni később, akkor legyen egy ilyen kis mankója, hogy hol érdemes elindulni. Tehát van nekünk egy dokumentumunk. A Writer-ön belül a legtöbb ilyen osztálynév az SW-vel kezdődik, ez azért már régen ezt a Writer-nek hívták. Azóta közben lett belőle OpenOffice, aztán lett belőle a LibreOffice, de persze ezeket az osztályokat senki nem nevezte át, úgyhogy ha így lehámozzuk ezeket az ilyen marketinges szeleteket a programnak a tetejéről, akkor ez továbbra is ugyanúgy egy StarOffice, és végig StarWriter, meg StarCalc, meg ilyesmik lesznek benne. Tehát egy darab dokumentumunk, az egy ilyen SW-doc osztály lesz, és azon belül a dokumentum modell az leginkább paragrafusokból épül föl, ez egy ilyen paragrafus lista, és ehhez fognak aztán csatlakozni, ezen belül lesznek az egyes ilyen szövegtartományok, ahol minden tulajdonsága megegyezik az egyes karaktereknek például, tehát a legtöbb dolog egy ilyen paragrafus lista lesz, és ezen kívül van még pár ilyen kiegészítő kollekció, például az oldalstílusokat is egy ilyen külön osztályba tároljuk, ami nincsen közvetlenül a paragrafushoz téve. De a lényeg az, hogy a modellen belül a legtöbbször még paragrafusból építkezünk, akkor, hogyha mi van egy új paragrafus tulajdonságot akarunk például hozzáadni, akkor ezt érdemes úgy megtenni. Ezt most talán itt nem is írtam, egy ilyen SW text node az, amiben, de itt igen, tehát egy SW node az, amiben tesszük ezeket a bizonyos csomópontokat, ezek a paragrafusok, és ezt kell akkor ezt majd nekünk terjeszteni. A egyes ilyen csomópontokon, ami a paragrafusoknak felel meg, azon belül pedig tárolunk tulajdonságokat, amik megmondják, hogy mi ez a tulajdonság, mi annak a tulajdonságnak az értéke, például fontméret 12-es, vagy ilyesmi, és mindig ezek a tulajdonságoknak mindig van egy kezdeti és egy végértéke, hogy meddig tartanak, például 8 karakteres paragrafus, de mi a 0-tól a 4. karakterig szeretnénk, hogy ez a tulajdonság, ez a betűméret például ez alkalmazva legyen. Visszatérve itt az előző példánkhoz, hogyha itt az oldalstílusokat akartuk kielemezni, akkor ehhez a page description osztályhoz kellett egy új tagot fölvenni, és ezt persze végig korrektül kezelni majd a következő lépések során is. Hogyha szeretnénk ezt a dokumentum modellt felfedezni, hogy ez hogy is néz ki egy élő dokumentumban. Van egy külön opció, egy ilyen SW debug opciója a LibreOffice-nak, és hogyha így indítjuk el a LibreOffice-t, akkor amikor Shift F12-t ütünk, akkor most ez megint elkezdett gerjedni, akkor egy ilyen notes.xml fájlba ki fogja írni nekünk ezeket a textnódokat, és megláthatjuk, hogy az a harmadik bekezdés, ez valójában hányas számú textnódnak felel meg, és még kaphatunk egy képet arról, hogy ez a dokumentum modell pontosan hogyan néz ki. Ugyan egy másik módszer, ugyanarra a dokumentum modell felfedezésre, hogyha elkezdünk írni egy makrót, akkor egy basic makrót például, akkor magán ezen az adott komponensen, ami az adott megnyitott writer dokumentumot jelenti, azon végig lehet iterálni,
ilyenkor végig megkapjuk az egyes paragrafusokon, és az egyes paragrafusokon is ugyanígy végig lehet iterálni, akkor pedig az egyes szövegtartományokat kapjuk meg, és így meg lehet nézni, hogy pontosan hányos betűméret, milyen az igazítása, és az összes ilyen tulajdonságot meg lehet nézni. A következő lépést tegyük fel, hogy most maradjunk ennél az oldalstílus példánál, megcsináltuk a dokumentum modell, most már tárolni tudja azt, hogy az első oldalon mi szeretnénk-e valamilyen speciális fejlécet vagy láblécet. Viszont ezt sem írni, sem olvasni nem tudjuk, semmit nem tudunk vele csinálni. Van egy ilyen találmánya a LibreOffice-nak, ez a UNO, ez egy ilyen komponens architektúra a LibreOffice alatt. Röviden, talán egy mondatban úgy lehetne erről beszélni, hogy ez az a felület, amit például a Chrome-ból is el lehet érni, később majd látjuk, hogy a file mentésénél meg megnyitásánál is ez majd szerepet fog játszani. Minden esetre ez az UNO API az, ami, hogyha ezen keresztül elérhető valamilyen funkció, akkor tudjuk például majd makrókból írni, olvasni ezt a új tulajdonságot, vagy új elemet. Ezt írtam, tehát egyrészt a makrókból írni, olvasni lehet innentől kezdve ezt az új tulajdonságot, illetve azok a szűrők, azok a modulok, amik az aktuális dokumentumot elmentik vagy betöltik, és ugyanezt a UNO API-t használják, azok szintén majd csak akkor tudnak működni, hogyha az UNO API-t kiterjesztettek, hogy ezt az új tulajdonságot tudja írni, olvasni. Ezen kívül majd látni fogjuk, hogy amikor teszteket írunk, a tesztek is ezt az UNO API-t fogják használni, tehát ezért is fontos, hogy ez meglegyen. Mint a Writerrel kapcsolatos legtöbb dolog, ez is ez az SW könyvtáron belül van. Van neki egy dedikált UNO Core könyvtára, és ott található a Writerrel kapcsolatos összes ilyen UNO API-s megvalósítás. Na de ez hogyan néz ki konkrétan? Most ilyen basic makrókat hoztam példaként. Ez is egy új funkció volt, ez a... nem tudom pontosan, hogy volt hivatalosan ez magyarra fordítva, contextual spacing, és azt hiszem, ez környezetérzékeny térköznek lett fordítva. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez olyanra jó, hogy egy felsorolásnál például szeretnénk egy felső-alsó margót a paragrafusnak, de csak akkor, de mondjuk van három felsorolás elemem, és az egész blokk fölött meg alatt szeretnék. Most a rossz megvalósítására az lenne, hogy akkor a felső paragrafust azt kézzel megformázzon, meg az alsó paragrafust is ezekkel a margókkal, de ezzel az a baj, hogyha felveszek egy új paragrafust a felsorolás végére, akkor az utolsó mínusz egynek lesz egy alsó margója, tehát az úgy nem lesz jó. És ez az új tulajdonság, ez pontosan ezt mondja meg, hogy megadok egy margót, de csak akkor, hogyha ebben a blokkon belül, ahol mindegyik paragrafusnak például egy felsorolás stílusa van, csak akkor kapcsolja be ezeket a margókat, hogyha ő az első, vagy ő az utolsó. Ezzel ennyit érünk el, hogyha simán entert ütünk, akkor kapunk egy térkioszt minden egyes paragrafuson belül, ezek egy szépen olvasható szöveget kapunk, viszont a felsorolásnál az egyes kis pöttyök, azok nem lesznek egymástól nagyon távol, mert az olyan nagyon szétesett, csúnyán kinéző megjelenítést okozna. Tehát ez például egy sima igaz-hamis beállítás, és csinálhatunk egy ilyen makrót, amivel azt mondjuk, hogy kezdjünk el egy ilyen iterálást a dokumentumon, veszük az első elemét, utána azt mondjuk, megnézzük, hogy jelenleg ez a beállítás, ez milyen értékű, ez az extrai nevű parancs, ez meg tudja ezt szépen jeleníteni, hogyha ez valami bonyolultabb struktúra lenne, akkor ezt szépen grafikusan cuttingatva végig tudunk navigálni. Megnézzük, mondjuk ez alapból ki van kapcsolva, és beállíthatjuk ezt mondjuk igazra. Ez azért nagyon jó nekünk, mert majd később fogjuk látni, még sehol nincsen felhasználói felületünk, mégis már makrókból ezt az új tulajdonságot kibe tudjuk kapcsolni. Ugyanígy például, hogyha van egy oldalstílusunk, itt a default oldalstílust vettem, és azt mondom, hogy a fejlécet azt bekapcsolom, a fejlésznek a megosztása a jobb és bal oldal között az legyen hamis, tehát szétszedem, jobb és bal oldalt már külön fejlécet szeretnék, és utána azt mondom, hogy az első oldali fejléclábléc is legyen egyedi, tehát ezt is kikapcsolom, ennek a megosztását is. Megint felhasználói felületen még lehet, hogy nincsen, de makróból már kivel tudom kapcsolgatni ezeket. Ugyanezt el lehetne mondani akkor, amikor egy ilyen szövegtartományhoz teszek egy új megjegyzést, lehet írni egy olyan makrót, ami ezt megcsinálja, és én már tudom tesztelni, hogy a dokumentum modell és ez az UNO API szépen működik-e. A következő lépés ez a layout, a megjelenítés.
térjünk vissza az MVC-hez, akkor a modellt azt már letudtuk, na most mi jön ez a view. Ez azért jó, mert a layout az, ami ténylegesen megjeleníti a felhasználónak abba a bizonyos oldalon azt a dokumentumot, tehát hogyha a layout-tal megleszünk, akkor már lehet csinálni screenshotot az új feature-ről, és boldogok vagyunk, és mindenkinek meg lehet mutatni. Idáig, ha mi csináltunk valamit, ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hát itt most már 21 perccel beszélek, és ebből még nem volt látható semmi. Persze az elére most tettem screenshotokat, de valójában ugye ez csak az egésznek, amikor a layout-tal megvagyok, na akkor lehet screenshotot csinálni a dologra. Tehát innentől kezdve lesz könnyen elmagyarázható és jó, szépen használható. A Writer esetén ennek is egy saját modellje van, hiszen egészen másképpen épül fel a layout. A layout az keretekkel foglalkozik, van neki egy ilyen root frame, ez a teljes dokumentum, azonból vannak page frame-ek, tehát ez az oldalkeret, illetve vannak text frame-jei, ez egy-egy paragrafus. Egy modellelem az lehet, hogy több layout elemnek felel meg. Például, hogyha van egy fejlécünk, akkor amiben mondjuk egyetlen paragrafus van, az egy darab textnode lesz, de hogyha egy háromoldalas dokumentumról van szó, akkor az, ha az a fejléc háromszor jelenik meg, akkor a layoutban viszont neki három darab ilyen frame-je lesz, egy header frame-je például. Ez azért jó, mert hogyha ezt így egyszer kiszámoltuk, akkor magát a layoutot utána már gyors lesz megjeleníteni, tehát amikor, ha már ezt szoktuk meg felhasználóként, hogy megnyitjuk a dokumentumot, az lehet, hogy szaszol vele egy kicsit, de utána már úgy előre-hátra ugrálgatni az oldalak között, az már gyors. Hát azért gyors, mert ezt a layoutot, ezt így ilyenkor, amikor megnyitjuk a dokumentumot, akkor ezt felépíti. Igen, tehát ezt mondtam, hogy több layout elem is lehet belőle, és erre is a Writer-nek van egy saját ilyen mechanizmus, ez a SW Client meg SW Modify, ami egy ilyen szerver-kliens jellegű összekapcsolódást enged meg, ami arra jó, hogy tegyük fel, hogy mi a dokumentum modellt ezt módosítjuk, például ezt a fejlécet, akkor ugye az összes oldalon kéne a layoutot is frissíteni, ahol ez a bizonyos header van. És erre használja azt, hogy a layoutnak például ezt a három oldalfejléc keretét, ez beregisztrálja a dokumentum modellbe, ezt ilyen szerver kliens jellegű megoldásként értelmezhetjük, erre a szerverhez beregisztrál ez a három kliens, és amikor a szerver megváltozik, például felhasználó egy karakter leüt a fejléchez, akkor az értesíteni fogja az összes kliensét, és mindhárom oldalon szépen frissül a fejléc. Természetesen ez az, amit vár aztán a felhasználó, neki nem is kell tudnia, hogy ez valójában így hátulról így működik, de akkor, amikor a layoutban megpróbálunk támogatást adni például egy ilyen új oldalstílus tulajdonságra, akkor ezt tudnunk kell, hogy ez hogy működik. De hogyha meg szeretnénk nézni ezt a layoutot, ugyanúgy ezzel a SW debug környezeti változóval elindítjuk a Writer-t, akkor hogyha ezzel lehet manipulálni, hogy F12-t vagy Shift F12-t ütünk, akkor kiírja vagy a layoutot, vagy a dokumentum modellt egy ilyen XML fájlba, és akkor láthatjuk az egyes ilyen textnódokat, vagy ezeket a különböző kereteket, hogy ezek melyiknek melyik a száma, stb. Amikor keresjük a hibákat, akkor ez nagyon hasznos. Tehát tegyük fel, hogy megvan az új funkciónk, már látszik is. Egyetlen probléma van vele, hogyha elmentenénk ezt a dokumentumot, akkor ez elveszik. Na hát ezek a szűrők, ezek az input-output, tehát kibemeneti szűrők, ezek az input-output filterek, ezek pontosan erről szólnak. Megpróbáljuk valahogy ezt az SW doc példányt, ezt elmenteni egy streamre, tehát egy fájlba, vagy pedig csinálunk egy teljesen új dokumentumot, és egy streamről megpróbáljuk visszaállítani ezt a fájlt, majd úgy teszünk, mintha ez most készült volna újonnan, és a felhasználó azt fogja hinni, hogy megnyitott egy fájlt. Ez egy elég érdekes félreértés elsőre, amikor az emberek azt hiszik, hogy a mentés vagy a megnyitás az nem import vagy export, mert ugye ez valami külön menüpont. Valójában csak import meg export van, és akkor, amikor én egy létező dokumentumot elmentek, akkor az exportálódik egy adott formátumba. Illetve amikor mondjuk azt mondom, hogy mentés másként, akkor is exportálódik, hogyha megnyitom, akkor pedig először a Writer csinál egy üres dokumentumot, és abból beleimportál egy fájl alapján, egy fájlrendszeren létező fájl alapján egy új dokumentumot. De a háttérben csak import meg export van mindig. A szűrőknél az az izgalmas, hogy több szempontból is lehetne mondani, hogy milyen típusuk van.
Az első, talán ami a legfontosabb, és majd ez később még vissza fog jönni, hogy vannak ezek az ODF szűrők, ahogy a Writer-nek az ODT, a Kalknak az ODS, stb. Ahol garantálva van az, hogy ha bármilyen új funkciót teszünk a dokumentum modellbe, a layoutba, stb., akkor ez ODF-be jól el fog mentődni, és onnan vissza is fog töltődni jól. Ezért hívjuk mi ezt saját own filternek. Ezen kívül még sok más formátum van. Ott van a DOC, a DOCX, az RTF, stb., egy sima TXT formátum, de ezekben mi soha nem ígérjük azt, hogy biztos minden egyes új funkciót jól el fogunk tudni menteni. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát, van egy felsorolásunk, hogyha ezt plain textbe el fogjuk menteni, egy sima TXT-be, majd ezt újra megnyitjuk, akkor abból a felsorolásnak a kis bogyóiból, abból csillagkarakterek lesznek, és ezt mindenki elfogadja. Ez így még felhasználót nem lepett meg. De akkor, amikor mondjuk DOCX-be elmentünk valamit, és ott valami elveszik, miközben elmentettük, akkor már meglepődnek az emberek, pedig pontosan ugyanarról a szituációról van szó, hogy a Writer-nek, illetve ez a többi alkalmazása is igaz, minden egyes funkciója teljesen adatvesztés nélkül, csak az ODF filterek azok, amik rendesen el tudják menteni, illetve meg tudják nyitni. Ez ennek nagyon egyszerű a magyarázatom. Sokszor lehet egy ilyen adatvesztésen fejleszteni, de mivel a Writer az sok egyéb formátumból tud importálni és exportálni, és ezeknek ugye különböző funkciókat takarnak, ebbe az ODF formátumban mi ezeknek a funkcióknak az unióját, az összes funkciót megpróbáljuk elmenteni. És ebből következik az, hogy ha egy más valamilyen formátumot kiválasztunk, akkor abban biztos lesz olyan funkció, amit ezzel a formátummal nem is lehet leírni, hiszen azt a formátumot nem mi találtuk ki, azt az új funkciót meg lehet, hogy éppen most mi találtuk ki. Tehát erre valók ezek a szűrők, vannak ilyen belső szűrők, amik közvetlenül hozzáférnek C++ szinten a dokumentum modellhez, illetve vannak külső szűrők, amik ezt a bizonyos UNO API-t használják. Itt írtam ilyen goat pointereket, hogy hol találhatók ezek az egyes szűrők. Tehát tegyük fel, hogy megírtuk a megfelelő támogatást arra, hogy el is tudjuk már menteni a dokumentumot, be is tudjuk tölteni, de még módosítani ezt az adott szerencsétlen beállítást mindig nem tudjuk, mert ugye felhasználói felületet azt még nem írtunk hozzá. Na, most írunk. Ez azért is jó, mert megint megcsináltunk idáig szépen mindent, már screenshotot is csináltunk, hogy ez az új funkció, de a felhasználó nem tud létrehozni például egy olyan oldalstílust, vagy nem tud csinálni egy olyan hozzászólást, ami egy adott ilyen kijelöléshez tartozik, mert így a felhasználói felületet még nem csináltunk, tehát hiába látja a levlistán a felhasználó a screenshotot, ő maga nem tudja azt reprodukálni, hogy nála is úgy nézzen ki ez a valami. Na, ehhez kell a felhasználói felület. A felhasználói felületből van egy régi típusú hozzáállás, meg van egy új. A régi az, amit a kódnak a 95%-ában használunk, tehát ez egy aránylag új az új, ezért is nevezzük így. Tehát a régi megoldásnak valahogy ilyesmi lehetett a tervezőinek az elgondolása, hogy hát ők nem akarnak egeret használni a felhasználói felület elkészítéséhez, tehát mindent szépen ilyen textfájlokba le kell írogatni, hogy pontosan egy gomb az pontosan pixelre hol legyen, milyen széles legyen, stb. Az egész egy ilyen nagyon statikus dolog, hogy milyen széles legyen a gomb, nagyon egyszerű a válasz, meg kell nézni csupán azt a 110 nyelvet, amire le van fordítva a LibreOffice, és a legszélesebbre kell tenni, hogy elférjen minden. Hát ez igen, tehát ez így nem igazán működik, de tényleg pár hónappal ezelőttig ez így működött. És hát ugye elgondolhatjuk, nyilván úgy csinálta meg a fejlesztő, hogy olyan széles legyen, hogy az angol kiférjen, majd jött egy hibajelentés, hogy de arra abban nem jó, akkor kijavították. Akkor jött a következő hibajelentés, ja kínaival se jó, mert ott még szélesebbek a karakterek, mit tudom én, akkor megint kijavították, és akkor ez így ment. Hát, és akkor ugye mi lett az eredeti angollal, hogy így ilyen széles gombon annyi volt, hogy oké. Okay. És akkor, vagy mondjuk, hogy yes, no, és miért nem volt az jó, miért nézett ki ez ilyen hülyén, mert a mit tudom én, melyik indiai nyelvben ilyen szó, hogy igen, meg nem, nincsen. És akkor ugye ez valami olyasmit kellett írni, hogy akarom, nem akarom például. Tehát, hogy ez egy ilyen elsőre elég vicces, aztán ugye egy idő után már nem vicces a dolog. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen szerencsét dolog, hogyha egy ablak közepére egy új ilyen checkboxot mondjuk beszeretnék tenni, akkor az összes alatta lévő elemet az kézzel így le kellett mozgatni, hogy legyen helye. Szóval ez azért több sebből verzett.
Hogyha most mi kitalálunk valami új funkciót, és azt szeretnénk belehackelni a Writerbe, akkor azért ezt még érdemes ismerni, mert mondom, a nagy része a kódnak még ezt használja. De van egyébként egy pár hónapos új megoldás, ahol egy ilyen Glade alapú mechanizmus. Glade-del meg lehet, amit normál GTK-s programokhoz szoktak használni, Glade-del meg lehet tervezni egy új ablakot, szépen a gombokat, stb. Ez normálisan tud ilyet, hogyha szélesebb a szöveg, mint mondjuk a gombnak a szélessége lenne, akkor azt megnyújtja, át lehet méretezni ezeket az ablakokat, stb. És hát nyilván ez a jövő, tehát reméljük, hogy záros határidőn belül ezek az ablakok majd át lesznek konvertálva erre az új formátumra, és innentől kezdve egy új checkboxot egy dialógusnak a közepére berakni, ez nem lesz egy nagy dolog, ezt három sor be kell írni, és kész. Egyébként erről itt belinkeltem a előadásba, hogyha majd előadás után megnézitek a szlájdokat, akkor itt majd el lehet olvasni egyik LibreOffice-os fejlesztő, aki ellen egy teljes előadást tartott erről, tehát most ebben nem mennék bele, hogy ez pontosan hogyan működik, de ez az új, ez a szép, ez a jó. Ezt kell szeretni. Tehát tegyük fel, hogy megcsináltuk ezt az új checkboxot, és most már azt szeretnénk, hogy ugye az szerint be legyen jelölve, hogy mi van a dokumentum modellben, illetve hogyha a felhasználó ezt megváltoztatja, akkor a dokumentum modell is változzon meg. Na most itt az a probléma, hogy például egy oldal stílus szerkesztés, ez egy közös dialógus ablak, ezt használja a Calc is, a Writer is, az Impress is. Impressben most nem vagyok biztos, de a Calc biztos, hogy használja. Tehát ezt nem lehet csak úgy, hogy ez az oldalstílus ablak, ez nem tudhat a Writerről, mert akkor végig az kéne, hogy ha most Writerben vagyok, akkor az legyen, ha most Calcban vagyok, az legyen, stb. Hanem ezek el vannak szeparálva interfészekkel, és ő csak annyiról tud, hogy van egy ilyen SFX item set nevű találmány, ez egy egyszerű töm gyakorlatilag, amiben ilyen elemeket lehet belepakolni, meg kipakolni belőle. És pontosan így történik ez a dolog, hogyha az ablakot megnyitjuk, akkor hogy lesz? Igen, tehát először akkor mondjuk a dokumentum modellből mi kiolvasunk valamit, egy ilyen itemsetbe beletesszük, majd ez alapján az itemsetből kiolvassuk és beállítjuk a jelölő négyzetet, majd ugyanez fordítva. És innentől kezdve, addig, ameddig az ablak is csak az itemsetig teszi bele, illetve olvassa ki, a Writer az pedig ebbe a dokumentum modellből az itemsetbe teszi bele, és onnan veszi ki, és akkor mindenki boldog, adott ablak se tud konkrétan a Writerrel, és mégis nem kellett duplikálnunk ezt az oldalstílus ablakot a különböző alkalmazásokon belül. Ugyanígy itt írtam, van egy ilyen Common User Interface nevű modul, ez a CUI. Itt van például ez az oldalstílus szerkesztő ablak is, tehát tipikusan az ilyen közös ablakok azok itt találhatók. És a Writer kódján belül is van egy dedikált könyvtár, ahol a Writer specifikus ablakok találhatóak. Na, tehát megvan a felhasználói felületünk, akkor most már tényleg nyugodtan mehetünk haza, minden készen van. Nem. Tehát kellenek tesztesetek. Tesztesetek azért kellenek, mert a régi hibák nagyon unalmasak, és nem jó, hogyha azokat újra bevezetjük, sokkal jobb, hogyha új hibákat találunk. Ez először talán viccesen hangzik, de igazából arról van szó, hogy egy idő után nagyon, nagyon unalmas az, hogy semmihez nem merünk hozzányúlni, mert ki tudja, hogy ez mit borít föl, mert ugye már hónapok óta már kijavítottunk dolgokat, és akkor most jobb inkább ahhoz nem hozzányúlni. Most egy ilyen technikával pár év alatt a Writerhez senki nem merne hozzányúlni, és erre a megoldás a tesztesetek. Igyekszünk minden egyes új hibajavításra vagy funkcióra teszteseteket írni, és innentől kezdve, hogyha mi csináltunk egy olyan változtatást, amire úgy gondoljuk, hogy az jó, és a tesztesetek is lefutnak, akkor igazából nem kell nagyon izgulni, hogy valamit nagyon tönkretettünk. A tesztesetek közül LibreOffice-ban van nagyjából három típus. Van egy ilyen, hogy unit check, ez egy nagyon gyors teszt, ez arra jó, hogy egy nagyon pici részét a kódnak külön letesztelje, az egész kódbázis, az nem tudom, 200 valahány modulra szét van szedve, és ezeket a egyes modulokat külön is le lehet fordítani, és minden egyes ilyen modul fordítás végén, ami normális esetben egy file módosítás esetén, mint tudom, 5 másodperc, ebben az 5 másodpercben már a unit check-eknek a lefuttatása is benne van, tehát ezek nagyon gyors valami, és ezek arra jók, hogyha valamit nagyon elszúrtunk, akkor azt nagyon gyorsan észre vegyük.
Például ilyen biztonsági hibákra, amikor kijön, hogy a következő, nem tudom, LibreOffice kiadása valamilyen speciálisan formázott, mit tudom én, dokfájloknak a megnyitásánál most már lekezeli rendesen a hibát, és nem száll el mondjuk, az tipikusan annak az lett az eredménye, hogy egy ilyen unit checkben egy ilyen CVL-teszt bekerült erre a problémára. És akkor ott mi csak azt teszteljük, hogy ez a doc olvasó, az konkrétan ahogy beolvassa azokat a byte-okat abból a fájlból, az konkrétan ott elszáll-e. Az, hogy utána ezt a writer hogy jeleníti meg, vagy ilyesmi, azzal nem foglalkozunk. Tehát ez csak egy-egy pici modult tesztel, és egy-egy konkrét problémára fókuszál. Egy izgalmasabb ez a slow check, ez egy teljes fordításnak a végén fordul le, tehát ugyanúgy lefut minden fejlesztőnek a gépén, de viszont, hogyha egy-egy modulon dolgozunk, akkor automatikusan nem futnak végig, itt nyugodtan ez egy fél, egy-két percig, ezek nyugodtan futhatnak, ebből még olyan nagy baj nem lesz. Tipikusan itt lehet ezeket a szűrőket tesztelni, tehát hogyha például megcsináltuk a új kis hozzászólás funkciónkat, ami egy adott ilyen szakaszhoz lehet hozzácsatolva, akkor nyugodtan írhatunk olyan teszteket, hogy akkor ez most a docx importnál, docx exportnál jó-e, az odf importnál jó-e, odf exportnál jó-e, stb. És ezek a tesztek szépen nyugodtan mindig lefuthatnak. Így, hogyha ezt valaki tönkre teszi, akkor ezt elég gyorsan észre fogjuk venni, és mégis egy-egy ilyen modulnak a lefordításánál nem lesz az, hogy erre itt várnunk kell mindig perceket, és igazából közben el is megy a kedvünk, hogy bármilyen új funkciót akartunk volna csinálni. A legutolsó pedig ez a subsequent check, ezt külön kell futtatni egy fordítás után. Ezek ilyen Java-ban írt régebbi tesztek, a semminél jobbak, szóval ilyen sok minden olyasmit tesztelnek, amit az előző kettő nem, például mondjuk párhuzamosan megpróbál, mondjuk 20 fájt megpróbálnak párhuzamosan megnyitni, és ezt jól kezeli a LibreOffice, mindenféle threading problémák jól meg vannak-e oldva, ilyesmi, de hogyha viszont nem futnak le, akkor elég nehéz őket rendesen kikeresni, kidebugolni, hogy pontosan mi a probléma vele. Tehát ezeket tipikusan C++ nyelven, ilyen slow checkekben idővel írják át, de még mindig vannak, és a semmihez képest még egész hasznosak. Tehát, amit tesztelni fogunk, az tipikusan az UNO API-n keresztül egy ilyen beimportált dokumentumban megnézünk valamit, illetve amit még szintén lehet tesztelni, az az, hogy a layoutot azzal a bizonyos F12-vel, amit már mondtam, kidumpoljuk egy ilyen XML fájlba, és utána azon futathatunk egy ilyen XPath kifejezést, és megnézzük, hogy annak az az eredménye. Például azt mondjuk, hogy volt nekünk egy ilyen root frame-ünk, azon belül megnézzük az első oldalt, azon belül megnézzük a headert, azon belül megnézzük az első ilyen textnódot, és hogy annak mi a szövege. És ha annak az a szöveg, hogy első fejlécek, akkor nagyon boldogok vagyunk, már pontosan ezt akartuk ebbe az új funkcióba. Ehhez hasonlóan a dokumentum modellt is azzal az UNO API-val, amivel már mutattam makrókat, lehet tesztelni. Tipikusan ezt egy ilyen makróként meg lehet írni, utána ugyanez csak Pepitával lesz, amikor C++-ban megírjuk ezt az adott tesztet. Például, ha annyit csak akarunk csak letesztelni, hogy az adott oldal például 6 oldal-e, mert mondjuk speciális oldaltöréseket tettünk bele, és nem 4-nek, meg nem 7-nek, hanem pontosan 6 oldalnak kell lennie, akkor ezt egy ilyen egysoros teszttel írunk egy olyan függvényt, ami egy ilyen egy sor, és egy ilyen egysoros teszttel már is le lehet tesztelni, és ugye ez folyamatosan tesztelődni fog, nem kell arra vigyázni, hogy ez majd mikor fog elromlani. És tipikusan ezt valahogy úgy csináljuk, hogy csinálunk egy javítást vagy egy ilyen funkciót, utána írunk hozzá egy tesztet, utána ezt a javítást vagy funkciót ezt visszavonjuk, megnézzük, hogy a tesztet akkor ténylegesen nem fut le, és hogyha nem fut le, akkor örülünk, mert akkor a teszt is jó lett. Ekkor összevonjuk ezt a két commitot, és akkor a teszteset és a javítás vagy funkció az együtt mehet be aztán a masterbe, vagy ahova jól esik. Ezek tipikusan a SW-n belül egy ilyen QA mappán belül vannak. Két témám maradt még. Az egyik ez a dokumentáció, ezt nagyjából olyan gyorsan fogom elsütni, mint ahogy a fejlesztők szokták. Tehát fejlesztők tipikusan nem írnak dokumentációt az új funkcióhoz, tehát egy dialógus ablakon egy új elem, megnyomom az F1-et, és nem írja le semmi, hogy ez pontosan mit csinál.
Egyébként ez egy teljesen egyszerű XML fájlok gyűjteményében van ez így leírva. Van ennek is egy ilyen könyvtár, ez a Help Content 2, ebbe bele kell keresni egy, mondjuk a fölötte lévő gombnak a dokumentációját, ott megkeresik, hogy ez melyik fájlban van, és egyszerűen azt a bekezdést mondjuk lemásoljuk, átírjuk a szövegét, és készen is vagyunk. Talán az egyetlen izgalmas, hogy a minden egyes paragrafusnak kell lennie egy egyedi azonosítójának, ami azért jó, hogyha fordítják majd a fordítók, akkor vissza tudják keresni, hogy ez pontosan honnan jött ez a paragrafus, és ez egyedik kell legyen egy fájlon belül, tehát tipikusan lemásolunk egy már most is használt azonosítót, és hát nem tudom, egyesével elkezdjük mondjuk inkrementálni, hogy az már nem létezik, vagy ha valaki ilyen algoritmus elmélet mániás, akkor mondjuk kvadratikus próbával keres egy szabad azonosítót, és akkor már is készen vagyunk. Ugyanígy a fejlesztői dokumentáció, hogyha új klasszokat hozunk létre a kódban, akkor legalább egy soros ilyen Doxygen megjegyzést, hogyha teszünk az osztály fölé, hogy egyáltalán mire való ez az osztály, akkor már is jelentősen jobb kódot írtunk, mint a megörökölt kódbázisnak a nagy része. És erre is vannak ilyen külön szkriptjeink, amik ezeket a nem dokumentált klasszokat, illetve a német megjegyzéseket keresgélik, és akkor ezekkel lehet javítani azért a kódminőségen. És az utolsó témánk az pedig a specifikáció lesz, ami, hát most itt egyetemen vagyunk, és nem tudom, tehát biztos valaki jól lecseszne, hogy hát a specifikációval kell kezdeni ugye bizonyos szoftverfejlesztési folyamatokat. Na most itt mi a végén csináljuk, és még pedig azért, mert ugye az ODF az egy nyílt szabvány. Egy nyílt szabványban a szabványosító testület oldaláról teljesen értelmes elvárás, hogy ők majd akkor tesznek be valamit abba a szabványba, hogyha, és akkor ők most azt találták ki, hogyha három független implementációja elkészült ennek a javaslatnak, hogy mi legyen benne abba az új szabványba, és tényleg mindenki megcsinálta, és mindenki boldog vele, akkor ez biztos valami gyártó független dolog, akkor ezt berakjuk. Meg akkor mindenki érti, hogy ez miről van szó. Most ez jó, de ez azt jelenti, hogy én csinálok egy új funkciót, és én beküldöm ennek a módosítását, akkor az tipikusan mondjuk 3 év múlva belekerül a következő szabványba, vagy valami hasonló. Most az ODF 1.2-nél tartunk, ezt is sok éven keresztül dolgozgatták, gondolom az 1.3 megint újabb x év lesz. Tehát erre várni azért az úgy nem jó. Tehát az úgy nem jó, hogy én valamit kitalálok, én azt, hogy beküldöm, aztán majd 3 év múlva visszatérünk a témára. Erre azt találtuk mi ki, hogy illetve ezt is az OpenOffice-tól örököltük, ők is pontosan ugyanezt csinálták, hogy az ODF-nek egy ilyen kiterjesztett verzióját írjuk alapból, ebbe mi megcsináljuk ennek az új funkciónak a mentését, illetve a betöltését, és ezután elküldjük az Oasis-nak, aki koordinálja az ODF-nek a fejlesztését. Ideális esetben ilyenkor vannak külön ilyen évterek, amiben a LibreOffice specifikus új funkciók elmentésre kerülnek, és akkor, amikor majd bekerül a szabványba, akkor kerül át az ODF által használt névterekbe ezeknek az új funkcióknak az ilyen szerializációja. Ezek a külön névterek, ez tipikusan nem tudom, 50% eséllyel szokott ez valóban így lenni. Sokszor az van, hogy egy elég egyszerű, valamilyen új funkció van, valószínű, hogy azon a néven majd el is fogadják a szabványba, és akkor nem használunk egy külön névteret, de az a lényeg, hogy tipikusan előbb elkészítünk valamit, és utána elküldjük szabványosításra. Az Oasisnak van egy ilyen Jira hibakezelője, abba kell egy ilyen új ticketet nyitni. Nem egy bonyolult dolog, tehát le kell írni, hogy mi a motivációnk erre az új feature-re. Le kell írni, hogy a szabványnak a szövegében mit szeretnénk változtatni. Van egy XML séma az ODF-hez, ilyen RelaxNG nyelven van leírva, ehhez is a simán hozzá a változtatásokat mellékelni kell. Illetve le kell írni azt, hogy ez milyen hatással lesz a korábbi dokumentumokra, tehát hogy hogyan kezeljük a visszafele a kompatibilitást. Hogyha ez egy új opcionális elem, akkor ez nagyon egyszerű lesz. És ezzel készen is vagyunk. Elkészült mondjuk az új funkciónk, és hát ezt minden egyes új funkcióra érdemes így az elejétől a végéig végig gondolni. Hogyha így egy mondatot el lehet ebből az előadásból hazavinni, akkor az a slide lenne, amiben így ezek a lépések le voltak írva. Hogyha van valami olyan funkció, ami úgy gondoljuk, hogy ott van egyébként már a writerben, de valami nem működik, akkor tipikusan érdemes ezeken így végigmenni, valószínűleg valamelyik elem. Például mondjuk gyönyörűen működik a layout, gyönyörűen be lehet tölteni, de nem lehet elmenteni, akkor a szűrőkkel lesz a gond, és a többi. Tehát ezekkel az elemeken kell végigmenni, aki ilyesmire adja a fejét. Köszönöm szépen a figyelmet. És nem tudom mennyire, hát
Mennyire van időnk kérdésekre? Van. A funkciók és a hibajavítás, ugye az mennyire tud egymás mellett menni, hogy mennyire van időtök mondjuk arra, hogy funkciók tudjátok be, most közeledik a 4.0-ás kiadás, mondjuk lehet, hogy van egy-két új funkciót. Igen. Még mennyi időtök van rá, hogy megcsináljátok, hogy akkor meg te is meg tudod alkalmazni, hogy egy céghez tartom, aki áll, aki egyébként a szolgáltatást, hogy kevéket hibáltatok, és importációt hogy ez hogy fel össze? Tehát a kérdés az az volt, hogy a hibajavítások, meg ezek az új funkciók, ezek ugye egymásnak ellentmondanak, tehát egyszerűen nem lehet mind a kettőn dolgozni. Ez teljesen jogos. Egyébként nem csak ez a kettő. Tehát most én javítok hibát, vagy segítek valakinek belekezdeni a projektbe. Én írok dokumentációt, vagy refaktorálok, vagy... Tehát amikor volt ez a szlájd, hogy mi kell szúrja el az idejét a fejlesztő, na ezek mind egymásnak ellentmondanak. Tehát ez egy... Hát talán ez is ennek az egész művészetnek a része, ezt jól beosztani az időt. De speciál erre a kettőre egyrészt, tehát ennek két része van ugye. Egyrészt az, hogy Pistike azt kéri, hogy, és akkor közben meg ott van az ügyfél, aki fizet, és akkor ő azt kéri, hogy. Most ez aránylag egyszerű. Az, hogy tehát nyilván annak prioritása van, aki ügyfél, meg stb., de ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes a Pistike által bejelentett hibákkal foglalkozni. Pistike úgyis meg fog valami olyat találni, amit ő most bejelentett, és 5 hónap múlva egy ügyfél észre fogja venni, mert az ügyfél se vak. Tehát akkor mennyivel jobb, hogyha mi ezt előre kijavítjuk. Tehát igenis nagyon értékesek azok a hibák, amiket Pistike beküldött. Egyrészt. Másrészt azt, hogy mi mikor dolgozunk funkción vagy hibajavításon. Nyilván az ügyfeleknek is ugyanúgy van igénye arra, hogy ilyen meg olyan új funkció legyen. Az, hogy ez most hibajavítás vagy funkció, ez sokszor nem tiszta. Tehát lehet, hogy ez egy hibajavítás, amit egy hónap megcsinálni, az igazából lehet, hogy egy új funkció. Tehát ez egy érdekes kérdés. Tehát tipikusan nem csak a Pistike kér új funkciót, vagy nem csak nekünk jut eszünkbe, hanem ugyanúgy ügyfelek is kérhetnek, tehát ezért is. Másrészt pedig egy-egy LibreOffice-os kiadásnak az életciklusában tipikusan van egy határidő, hogy meddig dolgozunk új feature-ökön, például a 4.0-ához a feature freeze, tehát ez a funkciófogyasztás, ez már lezárult, és innentől kezdve mi a 4.0-ban február elejéig csak hibajavításokon fogunk dolgozni, vagy ezeknek a már benne lévő funkcióknak a pofozgatásán. Tehát van egy ilyen libikóka, hogy most feature-ökön dolgozunk, most funkciókon, vagy hibajavításokon, és akkor ezek között váltogatni. Talán lehet, hogy az általános LibreOffice kódbázisnak jobbat tenne, hogyha néhány éven keresztül az összes fejlesztő csak hibákat javítana, de hát ez mondjuk így pszichikailag valószínűleg elég megterhelő, meg azért a felhasználóknak is lehet, hogy unalmas, hogyha csak hibajavításokat kapnának néhány évig. Úgyhogy ezért ezek így elég jól megférnek egymás mellett.